A budakalászi nyitni kék óvoda minden ősszel megrendezi hagyományos szüreti mulatságát. Az ovisoknak idén is sok meglepetésben volt részük. Az eseményről az intézményvezető Földesi Zsuzsanna számolt be stábunknak. Maga ez a program, ez most már több mint 20 éves hagyomány itt az óvodában. Ez a Budakalászi Óvodásokért Alapítványnak a rendezvénye, és a fő célja az, hogy a családokat egy kicsit összébb hozzuk, egy kis közösségi élményt teremtsünk. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal és mozgásos tevékenységekkel várjuk, ezen kívül hagyományos szüreti tevékenységekkel is, mint például szőlőpréselés, és most új szint kaptunk ezzel a mögöttem levő kintornás zenével, ami nagyon jó hangulatot teremt itt rögtön a belépéskor. A szőlőt a családok ajánlják fel, tehát a belépő mellé mindenki hoz egy kiló szőlőt is. A gyerekek nagy élvezettel préselik, a karbantartóink segítenek nekünk, és utána közösen elfogyasztjuk a szőlőlevet. A büfé bevételeit a Budakalászi Óvodásokért Alapítványnak ajánlották fel. A vendégek mustot, süteményeket és sok más finomságot vásárolhattak. Az állomásokon pedig közösen játszhattak a gyerekek és családtagjaik. A kollégák most már nagyon profi módon egy-egy csoport mindig bevállalja a szervezést, és igazából ők látják át, hogy pontosan melyik csoport mit csinál. Minden évben van olyan, ami dióból készül valami, őszi levelekből készül valami, katicák, bogárkák, ilyesmik, és minden évben szoktunk akadálypályákat, diós almás egyensúlyozó játékot hozni a gyerekeknek, de természetesen ez mindig a kollégák, a pedagógus kollégákon múlik, hogy ők arra az évre éppen mit találnak ki. Nekünk igazából családi programunk egy van ősszel, és egy van tavasszal, akkor egy nyitni kék napunk van, ami szintén egy ilyen nagy rendezvény. Inkább a gyerekeknek a délelőtti időkben lesz állatok világnapja, amit mindenképpen nagyon várunk és nagyon szeretünk. Aztán majd érkezik az adventi időszak, amikor meg már a karácsonyi készülődés lesz a fő téma. A verklit, vagy más néven a kintornát Flusznik Elemér szólaltatta meg. Az óvodások számára újdonság volt a zenélő szerkezet. Többen táncra perdültek, vagy a ládáról lógó plüssmajmot csodálták. Azért hívják kintornának. Először fönn voltam a Budai Várba a mesterségek ünnepén. Akkor első 4 órás tekerés után nem bírtam fölemelni a vállam, vagy a kezemet. Tehát a vállam úgy beállt. Ezért kintorna, mert ezt úgy mondják, hogy kinnal kell tekerni, de aztán megszoktam. Ahogy tekerem a szerkezetet, úgy, mint van benne egy fújtató, az fújja a levegőt, és van egy henger, ami lyukak vannak, és ha a szallagon lévő lyuk odaér, akkor szólaltatja meg a sípokat. És minden zeneszámot külön-külön tekercs tartalmaz? Igen, és egy tekercsem van, hogy 4-5 zene van, van, amikor csak egy zeneszám van rajta. A Nyitni Kék óvoda következő családi rendezvényét, a Nyitni Kék napot várhatóan tavasszal rendezik meg.